Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Tulajdonképpen ez is egy szerelmi jóslás, és ennél a jóslásnál arról van szó, hogy mit kedvel, hogy mit csodál rajtad, itt a te fellépésedről, a te nőiességedről van szó, és az ő hozzáállásáról, hogy lát téged. Ez egy általános jóslás, persze megvan a lehetőség arra, hogy kérd ezt a jóslást, mint személyes jóslást, mit csodál rajtam, így hívhatod, és akkor tudom, hogy miről van szó. A díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Itt látható nálad. Egy kis húzavona, tegyem vagy ne tegyem, jó vagyok, igen vagy sem, lehet, hogy mások jobbak vagy szebbek, mint én vagyok. Ez a kártya jelenti a bizonytalanságokat. És a botok, mint egy irányt. Milyen irányba kellene tekintenem? Mit fog ő tenni? Hogyan alakulnak a dolgok? Tehát ez a kép jelenti ezt a bizonytalanságot. Ami számodra fontos, hogy tudd azt konkrétan, hogy mit szeretnél elérni, vagy tudd azt konkrétan, hogy ki vagy, hogy milyen értékeid vannak, mit tudsz közölni vele, hogy tudod ezt kimutatni. Ne hasonlítsd össze magadat másokkal. Vedd kezedbe ezt a kardot, szimbolikusan vágd el a bizonytalanságokat és a félelmeket. Legyen egy fontos döntés, és legyen meg ez az önbizalom. Hamarosan beszélni fogtok egymással. Nálad is vannak elvárások. De ő nem úgy nyilatkozik jelenleg, ahogy te ezt elképzelted, hiszen itt látható az ő tartása, mint egy király. Megvan a büszke fellépése. A kezében van ez az arany érem, amit nagyon-nagyon csodál. Ez lehet az anyagi helyzettel, lehet a munkahelye, a hivatása, de ez az arany érem jelenti a belső értékeket is. Te értékes vagy számára. Ő ezt nézi, ezeket az értékeket. Ő ennek tudatában van. De látható, hogy nem tesz semmit. Várakozik. És ez, ami téged elbizonytalanít, mert ő ezt nem közli veled, hogy milyen értékes vagy számára. Emiatt jelenik meg itt ez a kép, ami jelenti az igazságtalanságokat, hiszen így érzed magadat ebben a helyzetben. Sokan megkapják a megbecsülést, mások egy keveset ebből, és te, mint harmadik, ott a környezetében nem kapsz semmit, semmiféle megbecsülést és anyagi támogatást sem. Ez a helyzet, amit te most igazságtalannak látsz. Mivel ő nem közli ezt, hanem várakozik, akkor az a fontos, hogy te koronázd meg magadat. Légy ennek tudatában, a tehetségednek, a szépségednek a tudatában. Te vagy itt a királynő, foglald el a helyedet az életben, hiszen neked is van itt egy trónod. Te vagy a királynő, ő a király, így van hasonlóság kettőtök között, de neked fontos az, hogy meglegyen ez az önbizalom. Vedd kezedbe ezt az arany érmét. Az lehet a munkahelyi siker is, vagy az anyagi helyzeten kellene valamit javítani. De ennél a szerelmi jóslásnál itt a belső értékekről van szó, vagy a te nőiességedről van szó.
Tehát legyen meg ez a királyi fellépés, légy büszke magadra. Itt látható az egész világ, és te vagy itt középen. A szépségedet, a kisugárzásodat mutasd kifele, hogy mindenki lássa ezt, hogy csodáljanak téged. Ő, ez a király, majd közeledni fog, látható, hogy mozgásba jön, de még visszatekint a múltba, emiatt fékezi egy kicsit az eseményeket, de látható ugyanúgy, mint itt, hogy a kezében van az arany érem, ki fogja mutatni azt, hogy fontos vagy számára. Jönnek ezek az értékek, és itt látható ez az élet erő, hogy ő erőt ad majd számodra. De ez az erő jelenti a belső erőt, a hitet is, higgy magadban, higgy benne, és kell neki egy kis idő, de közeledni fog. És most megtekintjük azt, hogy mi várható a következő 3 hónapban. Június itt látható, megint az érmék. Ez jelentheti az anyagiakat, a munkát, a megbecsülést, a belső értékeket is. Ez a férfi még sokat cipel, lehet, hogy sok a munkája, vagy olyan nehéz az anyagi helyzete, amit rendeznie kell, vagy olyan bizonytalan nem meri kimutatni azt, hogy mennyire értékes vagy számára. Inkább ugye elfordul, és úgy fogja közölni, mintha sok munkája lenne, és nincs ideje. De azért légy vele türelmes, hiszen itt láthatóak a kelyhek, az utal az érzelmekre részéről is, és majd úgy júliusban javul a helyzet. Itt láthatóak még korlátozások, az is lehet, hogy nincs meg ez a hit részedről, hogy ez a férfi tényleg szeret téged, de tedd át magadat a bizonytalanságokon, és augusztusban már látható, hogy kezedbe veszed ezt a kelyhet, és az azt jelenti, hogy ez a te belső forrásod. Ez utalhat az intuíciódra, egy spirituális területre, a bizalomra is, hogy ő is át fogja nyújtani ezt az aranyi kelyhet, ki fogja mutatni az érzelmeit. Ez elhúzódhat augusztusig, de közben azért javul a helyzet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.